Én in medias res a tárgyra térhetnék, azzal a térképpel, ami Közép- és Kelet-Európát mutatja a 19. század első felében, a Balti-tengertől az Égei-tengerig. Ha ránéznek a térképre, akkor azt látják, hogy ebben a régióban körülbelül 24 vagy 23 nagy etnikai nemzetiségi csoportot lehet azonosítani, és ez a 23 etnikai csoport három államba, három birodalomba szerveződött. Északon az Orosz Birodalom, középen a Habsburg vagy Osztrák-Magyar Birodalom, és délen pedig az Oszmán Birodalom. Ha ránézünk ugyanerre a térképre 200 év múlva, a 20. század végén vagy a 21. század elején, akkor azt látjuk, hogy ugyanez a 24 nemzetiség egy kicsit egyszerűsödve megtalálható most is, de a három birodalomnak már nyoma sincs, hanem az Orosz Birodalom helyén is, a Habsburg Birodalom helyén és az Oszmán Birodalom helyén is új, kisebb, magukat nemzetinek nevező államok alakultak ki. Itt tehát egy olyan 200-250 éves folyamatról van szó, amelynek a lényege az, hogy a nacionalizmus erejétől erősítve vagy hajtva a különböző etnikai csoportok arra törekszenek, hogy az helyzeteket kihasználva saját államot hozzanak létre. És így a három birodalom helyett mostanáig létrehoztak 22-t, ha a Koszovót is beleszámoljuk. Albánia mellett, ugye nem tudni, hogy meddig lesz önálló, meddig, mikor csatlakozik Albánia, de ebben a pillanatban az is egy kvázi önálló állam. Most ennek a folyamatnak a része volt az, hogy az első világháború végén az Osztrák-Magyar Monarchia és azon belül a történelmi Magyarország is fölbomlott, aminek természetesen meghatározhatók a külön okai. Hogy ezen a nagy folyamaton belül, amit nevezhetünk úgy, hogy a birodalmak fölbomlása és nemzeti államok kialakulása, ezen belül miért éppen 1918 végén és hogyan bomlott föl az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország is. Én négy ilyen tényezőt szoktam azonosítani, és négy ilyen tényezőnek az összetalálkozásával magyarázom azt, ami akkor történt, és a történelmi békeszerződéshez vezetett. Az egyik dolog a Magyarországnak és a monarchiának is a sok nemzetiségű jellege, és a nemzetiségi kérdésnek a problémája vagy megoldatlansága, amely egy belső feszítő erő volt. Ez nem törvényszerűen vezetett egy fölbomláshoz, mert vannak államok ma is, ahol sok nemzetiség együtt, Svájcban harmonikusan, Belgiumban nem annyira harmonikusan, de együtt vannak. A monarchia esetében ez nem tudott tovább 1918 után így maradni, és Magyarország esetében se. Ez azonban csak az egyik tényező. Ehhez föltétlenül hozzá kell tennünk egy második tényezőt, hogy a 19. század folyamán a Balkánnak a történelmi Magyarország határai mentén úgy alakult át az állami elrendeződés, hogy az Oszmán Birodalom helyén létrejött kisállamok közül legalább kettő irredenta törekvéseket, területszerző törekvéseket fogalmazott meg Magyarországgal szemben. Az egyik Románia volt, amely nem létezett korábban, 1859 és 61 között jött létre, és a nemzeti célja az volt, hogy valamennyi román területet egy államban egyesítsen. Akkor Havasalföld és Moldva volt az, amely Egyesült Királyságban létrejött, de igényt tartott Beszarábiára, amely az oroszokhoz tartozott 1812 óta, Orosz Birodalomhoz, és Erdélyre, amelyre úgy tekintettek, mint a román nemzeti eszmének a bölcsőjére, és egy ősi román földre, és ez pedig Magyarországhoz tartozott elég régóta. Ott volt Szerbia, amely szintén az első világháború előtt már megfogalmazta azt a szerb miniszterelnök, hogy a cél az, hogy az összes délszláv lakta területeket egy államban egyesíteni. Ezt másként megoldani, mint úgy, hogy Magyarországról területeket vegyünk le, nem lehetett. Ezek persze vágyak voltak. Vágyai mindenkinek vannak, nekünk is vannak, és tudjuk ahhoz, hogy a vágyak beteljesüljenek, az nem elég az akarat, tehát ahhoz más tényezők is kellenek, és ezeknek a vágyaknak a beteljesüléséhez is kellett az, hogy mi a központi hatalmak, köztük Magyarország, elveszítik az első világháborút, és a győztes hatalmak, Nagy-Britannia, Franciaország, Egyesült Államok úgy ítélték meg, hogy az ő stratégiai érdekük nem az, hogy a monarchiát továbbra is fönntartsák, mint 1848-49-ben gondolták,
mert csak azért maradt meg a monarchia akkor is, mert az angolok meg a franciák is úgy ítélték meg, hogy az európai kontinens egyensúlya szempontjából a monarchiára szükség van. Ha másként ítélik meg, a Kossuth Lajos nem Észak-Olaszországba, Turinba fejezi be az életét, hanem valószínűleg Magyarország vezetőjeként. De úgy ítélték meg, hogy a monarchiára szükség van, és azokat támogatták, akik ezt a politikát képviselték. Nem Kossuthot, hanem Deákot. Tehát a nagyhatalmaknak, majd elmondom, hogy milyen szempontok alapján kialakuló stratégiai érdekei, volt a harmadik tényező. És a negyedik tényező, hogy mindezekkel a törekvésekkel szemben, amelyek történt Magyarországnak a földarabolása irányába mutattak, a Kárpát-medencében az első világháború végén olyan polgárháborús viszonyok, lehet mondani kaotikus viszonyok alakultak ki, amelyek nem tették lehetővé, hogy a magyar kormányzatok, három is váltogatta egymás után, néhány hónapi különbséggel, hatékony erőt mutassanak ezekkel a törekvésekkel szemben, és a magyar békedelegáció így csak 1920 elején, januárjában utazott ki a békekonferenciára Párizsba, amikor lényegében a magyar határok már készen voltak. És mint látni fogjuk, semmit nem változtattak rajta. A továbbiakban ezt a négy tényezőt fogom sorra venni, és ezt a négy tényezőt fogom kicsit részletesebben is megmutatni. Kezdjük először a nemzetiségi kérdéssel. Az osztrák-magyar monarchiát látjuk 1910-ben, és a színek a különböző nemzetiségi csoportokat mutatják, amelyek közül, amint látják, legalább van egy tucat. Vannak németek, vannak magyarok, vannak románok, csehek, szlovákok, szerbek, horvátok, még olaszok is, a sötét kék szín mutatja őket. Ha az arányokat nézzük, hogy mekkora erőt képviselt a monarchián belül az egyes nemzetiségi csoportok, az az igazán meglepő. Mert azt látjuk, hogy egyik nemzetiség sem érte el, nem csak hogy az abszolút többséget, az 50% fölöttit, az egy negyedet se, még a németek is csak 24%-ot értek el. A magyarok 20%-ot, és így tovább az összes többi. Tehát az osztrák-magyar monarchián belül, amely egy történelmi képződmény volt, nem volt olyan nemzetiségi csoport vagy etnikai csoport, amely az abszolút többséget meg tudta volna jeleníteni. Amely legalább az 50%-ot elérte volna. És ez mindaddig, amíg a rendiség viszonyai uralkodtak a 19. század előtt, középkorban, ez nem volt nagy probléma. Mert az emberek identitását két dolog határozta meg, az, hogy milyen vallású vagyok, és mi a rendi besorolásom. Jobbágy vagyok, városi polgár vagyok, vagy nemes vagyok. És mi a vallásom? Az, hogy milyen nyelven beszélek otthon, ez nem tartott. De a 19. századra, ahogy a modern nacionalosok megszületnek, egyre inkább ez válik az emberek identitás meghatározó döntő élményével, hogy milyen nyelven, milyen nemzeti kultúrát sajátítok el. Gyerekkorban, kisgyerekkorban az írás meg a számolás megtanulása mellett milyen verseket olvasok, mit mondanak nekem a őseimről, és hogyan alakítanak ki belőlem egy szlovákot vagy egy magyart, függetlenül attól, hogy melyik rendhez tartozom és mi a vallásom. Ez egy óriási különbség a korábbi évszázadokhoz képest, és ez nagyjából a francia forradalom idejében kezdődik, és Magyarországon is a 19. században alakul ki teljes erővel. Felekezeti szempontból a dolog egyszerűbb volt, mert a birodalomnak a nyugati és a középső fele az római katolikus volt, a keleti fele az meg egy nagy mix. Ott vannak ortodoxok, görög katolikusok, vannak ortodoxok, azaz görög keletiek, görög katolikusok a kettő között, és ezen túlmenően vannak protestáns felekezetek, kálvinisták, protestánsok, sőt vannak mohamedánok is Boszniában. Ahogy mondtam, a vallásnak nagyon nagy volt az identitás meghatározó szerepe néhány évszázaddal korábban, amikor háborúkat is vívtak azért, hogy ki hogy imádja az Úristent tulajdonképpen. Elég sok embert megöltek emiatt. Ennek ekkor már nincs nagy jelentősége, de ha belegondolunk, egy szempontból mégis van, mert a vallás bizonyos esetekben nem csak azt jelenti, hogy hogyan imádom az Úristent, hanem egy mentalitást is jelent, hogy milyen ABC-t használok, és az egész kultúra mit ad nekem az emberi mi voltról. Tehát egy folyamatosan változó, képlékeny,
művészeti stílusoknak a váltogatását, mint a nyugati kereszténység, ahol ugye a romántól kezdődően a góton át egymást váltogatják a különböző stílusok, különböző országban, vagy egy ortodox világ, ahol akármi változik, mindig ugyanaz az ornamentika, mindig ugyanaz az elgondolás nagyjából, és most nem akarok belemenni még az emberi mentalitásnak a taglalásába, amely szintén különbözik a kettő között. Tehát valami jelentősége ebben az időszakban is volt még. A monarchiában 66%-a, ahogy látják a katolikusok, és ez a többi vallás felekezethez való tartozásnak az aránya. Még egyszer, tehát az, hogy Erdélyben aki román volt, az vagy ortodox volt, vagy görögkatolikus. Aki magyar volt, az vagy katolikus volt, vagy protestáns volt. Olyan magyar, aki ortodox lett volna, nem volt, és az is nagyon ritka volt a románok között, aki kálvinista lett volna, vagy valami nyugati keresztény. Tehát ilyen értelemben a vallás és az etnikai összetartozás, identitás között volt egyfajta megfelelés. Ha közelítünk ebből a régióból, most Magyarország felé a monarchiából, akkor egy kicsit egyszerűsítettebb képletet látunk, mert 1910-ben, ahogy látják a történelmi Magyarországot, a magyaroknak az aránya durván 50% volt. Nem 24, mint a németeké, vagy 20, mint a monarchián belül, hanem ha Horvátországot beleszámoljuk, akkor 48%, hogyha Horvátországot nem számoljuk be, ami ugye társország volt, elég nagy önállósággal, akkor a magyarok aránya 54% volt. Ezt tehát azt lehet mondani, hogy fele, durván. De a másik fele az románokból, szlovákokból, horvátokból, ruszinokból, különböző más nemzetiségből állt. És ez, ahogy mondottam, egy problémát jelentett. Majd kitérünk rá, hogy hogyan. Vallási szempontból szintén komplex volt a képlet, még komplexebb, mint a monarchiában, mert itt a Tiszától nyugatra terjedő részeken volt egy katolikus többség, a Tiszától keletre viszont ott voltak a protestáns felekezetek, kálvinisták, luteránusok, kálvinisták főleg magyarok, luteránusok, németek, és ott voltak mellette a románok, ott voltak a szerbek, amelyek egy másfajta vallást, másfajta kultúrát jelentettek. A pontos arányok így néznek ki, tehát felekezetileg úgy néz ki, hogy a római katolikusok aránya 50% akkor, és a többié pedig a legnagyobbak, ugye utána van a református, görögkatolikus, és így tovább. A probléma, a nagy kérdés a monarchián belül is, és a Magyarországon belül is, a politikai elit számára a 17. század végétől, 18. század, nem rosszul mondtam, a 18. század végétől, 19. század elejétől nagyjából, az volt, hogy ezt az etnikai, vallási heterogenitást hogyan lehet úgy működtetni egy államban, amely hát előre mutat. Tehát hogy lehet az etnikai különbségeket eliminálni, és egy integrált közösséget létrehozni azokból az emberekből, akik ebben az államban laknak. Erre nézve többféle elgondolás született, már a 18. század végén, közismert Mária Teréziának és főleg II. Józsefnek az elgondolása, amely leegyszerűsítve abból állt, hogy mindenki tanuljon meg németül, az egy nagy nemzet, nagy kultúra, otthon beszélnek úgy, ahogy akarnak, de a birodalmon belül az érintkezési nyelv a német. És akkor mindenki boldog lesz. Néha az ember elkeseredett pillanatában gondolhatja azt, hogy kár, hogy nem ez valósult meg, de mi nem ezt gondoljuk, de a magyar nemesség sem ezt gondolta. A 19. azt gondolta, hogy ha a latint mindenképpen föl kell váltani már valamilyen nyelvvel, amely egy halott nyelv volt, és már nagyon nehezen lehetett vele a modern világ dolgaiban elboldogulni, akkor nem a némettel váltjuk föl, hanem a magyarral váltjuk föl, hiszen mi itt vagyunk a Kárpát-medencében 1000 éve, magyarok vagyunk, van nekünk magyar kultúránk, nem kell nekünk a német. És a birodalommal Bécssel szemben a 18. század végétől abban a küzdelemben, amit nyelvharcnak nevezünk, végül is a magyarok győztek, mert 1844-re elérték azt, hogy a közoktatásnak is, az állami igazgatásnak is a nyelve a magyar királyságban a magyar. Ez egy nagy eredmény volt, ennek köszönhető, hogy mi itt most magyarul beszélünk. Ugyanakkor volt egy hátulütője is, hogy az ország lakosságának 50%-a ezért az elrendeződésért nem nagyon rajongott. A horvátok például sokáig ragaszkodtak, hogy ők nem akarnak magyarul tanulni, nekik a latin jobb, mint a magyar.
A szlovákok, románok meg mindenki a saját anyanyelvét pártolta, és egy idő után az a helyzet alakult ki, hogy a magyarokkal szemben a nemzetiségi lakosság kezdi ugyanazt követelni, amit mi magyarok követeltünk Bécstől néhány évtizeddel korábban. És mondják nekünk azt, hogy hát ahol mi lakunk, ott mi románul akarunk beszélni, román iskolát akarunk. Amit a magyarok is mondtak az osztrákoknak. És ebből keletkezik egy olyan dilemma, hogy a magyar vezetés, a magyar politikai elit egy harapófogóba kerül, vagy egy kettős szorításba. Egyfelől Bécsből jönnek egy germanizáló egységesítő törekvések, ami neki nem tetszik, ugye, mert Magyarországot akar, Magyar Királyságot akar, másrészt a Magyar Királyság lakói megfogalmazzák vele szemben ugyanazt, amit ő Bécssel szemben. És a magyar vezető rétegnek, vagy ha tetszik, a magyar nacionalizmusnak, csak benézek oda, hogy még ott is vannak, hogy a válasza erre az volt, hogy Bécssel szemben érvényesíti a kulturális nacionalizmusnak az elveit, a nemzetiségekkel szemben pedig a politikai nacionalizmus elveit. Vagyis a Bécssel szemben az, hogy mi magyarok vagyunk, magyar kultúrában akarunk élni, a nemzetiségekkel szemben pedig az, hogy hát mi az egységes magyar államnak vagyunk a részei, otthon beszéljetek úgy, ahogy akartok, de az állam, az iskolának a nyelve az viszont a magyar. Valamennyien ide tartozunk. És ebből már 1848-49-ben keletkezett egy olyan konfliktus, amely időnként például a délvidéken, Szerbiában, de másutt is heves, hogy így mondjam, ember életeket követelő konfliktusokká alakult át a magyarok és nem magyarok között. Mindazonáltal 1848 után a magyar politikai elit úgy próbálta meg az osztrák is elintézni, hogy létrehozott egy olyan dualista államszerkezetet, amely azt jelentette, hogy a birodalmon belül van két domináns népcsoport, a német és a magyar. Ez együtt majdnem 45%. És mind a kettőnek megvolt a maga parlamentje, a maga kormánya, közigazgatása, meg voltak közös ügyek is, de ugyanez nem volt meg a többi nemzetiségnek. És ez a két nemzetiség, a magyarok meg az osztrákok sem voltak teljesen elégedettek ezzel, mert a magyarok mi mindig többet akartunk, ennél nagyobb önállóságot akartunk, de azt lehet mondani mégis, hogy a két legerősebb nemzetiség kiegyezik egymással, és a többit, a horvátokat, a cseheket és a más nemzetiségűeknek pedig vagy ad jogokat, vagy nem ad jogokat. Magyarországon belül Horvátországnak továbbra is megvolt a területi politikai önállósága, a többi nemzetiséget pedig az 1868-as nemzetiségi törvénnyel próbálják kielégíteni, amely egyáltalán nem volt egy represszív, elnyomó jellegű törvény. Ez egy liberális szellemű törvény volt, de azt nem ismerte el, hogy a szlovákok, a románok, a szerbek, meg a többiek a magyarral egyenrangú társnemzet. Hanem azt mondották, ahogy ez az egyik látszik is, hogy Magyarországon egy politikai nemzet van, ebben mindenki beletartozik, ennek az egy politikai nemzetnek az állami igazgatási nyelve a magyar, főleg országgyűlésben és a parlamentben, de egyébként az, hogy az iskolában, meg az egyházakban ki milyen nyelvet használ, az az ő dolguk. Tehát az, hogy akárhol Erdélyben, délvidéken az Isten milyen nyelven imádják a templomba, a latinul főleg, mondjuk a katolikusok, az rajtuk múlik. Azon múlik, hogy mennyi pénzt adnak, alapítanak templomot, alapítanak iskolát, vagy nem. De az egész állam az mégiscsak magyar. Az mégiscsak magyar, és ez az elrendeződés, mondom, bármennyire is úgy gond kijelenthető, hogy ez nem volt egy durván elnyomó törvény, hanem a korszínvonalához képest ez egy nagyon is liberális törvény volt. A nemzetiségi elitcsoportokat vagy a vezetőket ez nem elégítette ki. Tehát egy dolog az, hogy mi azt mondjuk erre, hogy ez rendben van, vagy ez nem volt egy elnyomó, én is ezt gondolom, de a nemzetiségi elitek, amelyek egyre polgárosodtak, kulturálódtak, 200 évvel előtte még alig voltak, de ekkor egyre többen vannak ügyvédek közöttük, papok, tanítók, egyebek. Ezek úgy gondolták, hogy ez elnyomó konstrukció, és azt kívánták maguknak, hogy Magyarországon belül ők ne egyszerűen egy nemzetiség legyenek, akik a konyhába használhatják a nyelvüket, hanem a magyarral egyenrangú népcsoport legyenek. És 1895-ös nemzetiségi kongresszusokon ezt írásba is fektetik. És nem tudom, hogy ki tudja olvasni a hátulról, ki nem,
azt mondják itt, éppen a 68-as nemzetiségi törvénnyel szemben, hogy Magyarországnak nem lehet nemzeti állam jellege. Mert ahol egy nép, a magyar, még az 50%-ot sem éri el, ott hogyan vindikálhatja magának azt a jogot, hogy ő az államalkotó. Egyformában államalkotók vagyunk, és ezért mondja Magyarország nem magyar népeinek, nyelvük határainak megfelelően adassék teljes szabadság, autonóm területek, közigazgatóság, stb. Ez mai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy területi politikai autonómiát követelnek maguknak. Nagyjából azt, amit a székelyföldi magyarok most a román kormánytól követelnek. Itt ugyanerről van szó, és erre a magyar politika minden alkalommal azt válaszolta, hogy nem. Ez a magyar állam egysége ellen hat, ezt nem tudjuk elfogadni. Ez nem volt összeegyet. Kivételesen volt egy Mocsári Lajos, aki az életét azt hiszem itt fejezte be Andornak táján valamikor a 19. század végén vagy 20. század elején. Voltak kivételek, de a többség, a meghatározó többség ebben nem nagyon engedett. A nemzetiségek pedig közben radikalizálódtak, és a területi autonómián túlmenő követelések is megjelentek. Például Aurél Popovicsi, egy erdélyi román vezető, aki a kijelölt trónörökös Ferenc Ferdinándnak a köréhez tartozott, más nemzeti vezetőkkel együtt, 1906-os könyvében, a Freien Lichtenstein von Großösterreich címmel jelent meg, Nagy Ausztriának a Egyesült Államai címmel, 16 egységre osztja az osztrák-magyar monarchiát. És azt mondja, hogy ez lenne az igazságos elrendeződés. És ahogy látják, itt két magyar egység van. Az egyik nagyjából az, ahol ma is élünk, a trianoni Magyarország, a másik a Székelyföld. Azt mondja, hogy a többi ott Erdélyben azok románok laknak, ott nem magyarok laknak. És ugye vannak horvátok, vannak szlovének, vannak a Nyugat-Galícia lengyelek, Kelet-Galícia ruszinok, külön Szlovákia, külön Ausztria. Most ez a tervezet, ami Ferenc Ferdinánd számára, mint tervezet elfogadható volt, ez a magyar jog és a magyar vezetők szemében hazaárulás volt. Aurél Popovics ezt követően nem jött vissza Magyarországra soha, hanem Bécsből elment nyugatra, és csak az első világháború alatt tűnik föl. Ha visszajött volna, ezért őt perbe lehet fogni, mert ezt jelentette volna. Ez volt tehát a Trianonhoz vezető okoknak vagy tényezőknek ez az egyik olyan eleme, a nemzetiségi kérdés és a nemzetiségi kérdésnek a megoldatlansága. Nem akarom azt mondani, hogy volt megoldás, csak azt mondom, hogy ami volt, az nem elégítette ki a nemzetiségi eliteket. Ki lehetett volna őket elégíteni vagy nem, az egy talány, mert a történelem nem játszható újra. De minden esetre elégedetlenek voltak, és az első világháborúban úgy megy bele Magyarország, hogy a nemzetiségi elitek vezető csoportjainak a lojalitásához, a magyar állam iránti lojalitásához kétségek férnek. Ezek után rátérek a második tényezőre, a Magyarországgal szemben irredent a területszerző törekvéseket tápláló, megfogalmazó szomszédállamokra. Európa 1815-ben, tehát a Bécsi kongresszus időszakában, a napóleoni háborúk után, és 1871-ben a berlini kongresszus a porosz-francia háború után. Nagyon jól mutatja a térkép a különbséget, 1815-ben még érintetlen az oszmán birodalom, az orosz birodalom és a Habsburg birodalom. Nincs Németország, nincs Olaszország, ekkor még. 50 év múlva vagy 60 év múlva ránéznek a térképre, kialakul Olaszország, és ennél is fontosabb a Német császárság, amely a 60-65 milliós lakosságával és azzal a dinamizmussal, amit képviselt, sokkal jelentősebb hatalommá válik, mint az osztrák-magyar monarchia, sok nemzetiség osztrák-magyar monarchia. De ami ennél is fontosabb, hogy a Balkánon az oszmán birodalom kezd fölbomlani, és már van Románia, van Szerbia. Románia, Szerbia és Olaszország olyan célokat fogalmaz meg, ahogy már ezt előre bocsátottam, a monarchiával szemben, amely jelentős magyar területeket is érintett. És ez a tendencia, a Balkánnak az átalakulása folytatódik, 1914-ig a háború kitöréséig egyre újabb és újabb lokális háborúkban, itt már Bulgária is van,
Szerbia és Románia mellett, és az utolsó Balkán háborúban már Albánia is megszületik, és a török birodalmat teljesen kiszorítják Európából, csak ez a földnyelv marad itt meg Isztambullal szemben. Az összes többit a Balkán államok egymás között osztják föl. Na most ebből Görögországnak a törekvései bennünket nem nagyon érintettek. Bulgáriája is érintettek. De a szerbeknek az egységesítő törekvései, a románoknak az egységesítő törekvései és az olaszoké, azok viszont érintettek bennünket is, és magyar területeket is. Így néz ki Közép- és Kelet-Európa 1914-ben, a háború előtt. Északon és középen még megvan a birodalmi struktúra, délen azonban nemzetállami struktúra van, és az első világháborút, ahogy általában a háborúkat, lehet, hogy a jövőben ez változni fog, de eddig általában területekért vívták, és a területeken lévő régebben dinasztikus érdekekért is, de újabban területekért és a területeken lévő nyersanyagkincsekért. És annak a kiaknázására, és ez még a mai napig is, azt hiszem a mostani konfliktusokról is nagyon gyakran elmondható. Ez ekkor is így volt, és a szemben álló felek egyik oldalon a központi hatalmak. Németország, Ausztria-Magyarország, Olaszország, Románia, másik oldalon az Antantnak a világ különböző pontjain voltak ilyen érdekellentétei. A Balkán volt az egyik, de ugyanilyen volt Észak-Afrika, Távol-Kelet, Ázsia, ahol területszerző törekvései voltak az egyes nagyhatalmaknak, és ezeknek az érvényesítése érdekében hát kötöttek egymással a szövetséget. Itt a hármas szövetség a központi hatalmakon belül, vagy a hármas szövetségen belül megjegyzendő az, hogy a Németország és Ausztria-Magyarország között létrejött szövetséghez Olaszország csak azzal a feltétellel csatlakozott, hogy ő akkor része ennek. Ez azt jelentette a szövetség, hogyha megtámadja valamelyik külső hatalom az egyik államot, akkor a többi a segítségére siet. De Olaszország csak úgy lépett ebbe bele, hogy azt mondta, hogy ő csak akkor segít, hogyha minket támadnak meg. De ha mi támadunk, akkor Olaszországnak nincs kötelezettsége. És bonyolult volt Romániának a viszonya is a hármas szövetséghez, mert ez annyira ellenkezett a román nemzeti célokkal, hogy a királyon, a miniszterelnökön és a bécsi és a berlini követelme, a külügyminiszteren kívül többiek nem tudtak róla. Tehát nem merték ezt igazából publikussá tenni a román közönség előtt, hogy azzal az állammal lépnek szövetségre, amelytől tulajdonképpen területeket szeretnének szerezni. És ennek azért volt jelentősége, mert az első világháború alatti fejlemények ebből következnek, ebből az attitűdből. Nem véletlenül ugye Balkánon robban föl a lőporos hordó, azzal, hogy a Gavrilo Princip kijelölt trónörökös Ferenc Ferdinándot és a feleségét megöli, és hát ez ugye a korabeli szimbolikus ábrázolás, hogy mindent meggondoltam, mindent megfontoltam. Végül különböző okokból úgy alakul, hogy július végén a monarchia, az osztrák-magyar monarchia az, amely Szerbiának hadat üzem. Tehát mi vagyunk a de jure, akik elkezdtük a háborút, az osztrák-magyar monarchia. Erről lehet beszélni, hogy kinek mi volt itt a véleménye, ki ellenezte, ki nem ellenezte, de mégis a szikár tény az, hogy a mi hadüzenetünkre, amit Szerbiának küldtünk, Szerbia nem fogadta el, vagy az ultimátumunkra, mi üzentünk hadat Szerbiának. És ahogy mondottam, az összes kisállam és nagyobb állam a területi céljait a háború elején már megfogalmazza, hogy ki miért harcol. Ez majdnem hihetetlen, de ezt Belgrádban is és Zágrábban is megfogalmazzák már a háború elején, hogy ők a háború után egy ilyen nagy délszláv egységet szeretnének létrehozni. A zöld vagy kék folt az a leendő Jugoszlávia, a szaggatott vonal pedig azt mutatja, hogy mit igényeltek. Tehát azon túl, amit megkaptak, igényelték keletbánságot is, ugye az itt látható, ami Romániához került végül, igényelték Baja környékét Mohácssal, és igényelték a pécsi szénvidéket is. Ez az isztriai félszigetet is. Ezek voltak azok a szerb és délszláv hadicélok, amelyekért, meg kell mondani, a szerb hadsereg elég vitézül harcolt a háború végig, soha nem tette le a fegyvert, nem adta meg magát, nem kötött fegyverszünetet, hanem amikor az osztrák-magyar monarchia haderő már Belgrádot elfoglalta, és akkor visszavonultak, és evakuálták őket Korfu szigetére, és onnan tértek majd vissza 1918 őszén. De nem volt megadásról szó. De ez volt az, amiért a szerbek, illetve a délszlávok is küzdöttek.
Az olaszok ugye elvileg, ők a Monalia szövetségesei voltak, de mondottam, hogy egy kikötéssel voltak. És 1914 nyarától 1915 tavaszáig azon hát hezitáltak, hogy melyik hatalom oldalán lépjenek be a háborúba. Tárgyaltak az Bécsben, tárgyaltak Berlinben, és tárgyaltak Londonban és Párizsban. És tulajdonképpen az döntött el a dolgot, hogy ki ígér nekik többet. Sokkal, az antant hatalmak sokkal könnyebb helyzetben voltak, mert ők a máséból ígértek. Abban mindig könnyebb ígérni a máséból, mint a magunkéból. Tehát ott az olaszoknak oda ígérte az antant hatalmak 1915 tavaszán az isztriai félszigetet teljes egészében, és ezen túlmenően a Dalmát partokból is a Zadár, ma Zadár akkori Zára környékét, ahol volt egy jelentősebb olasz lakosság, de az összes olasz igényt, amit ez mutat, azt nem tudták, nem akarták kielégíteni, mert ez Szerbia is igényt tartott erre. És azt a megoldást választották, hogy a Plank Spalatótól, mai nevén Splittől északra levő területeket ígérték Olaszországnak, az ettől délre levőt pedig Szerbiának, ami Szerbiának a kijáratot biztosította volna a tengerhez. Ami egy óriási volt, és Szerbia mindig erre törekedett, és abban, hogy Albánia létrejött az első világháború előtt, ennek az egyik fontos oka az volt, hogy Szerbia ne jusson ki a tengerhez. És ezt mi voltunk azok, akik ezt nagyon szorgalmaztuk. Tehát ugye az akkor ez egy új helyzet, hogyha ott a Adriai tengerre a szerbek kijutnak, itt megkapják az antantól azt, hogy ettől délre a szerbeké, ettől északra pedig lényegében vége az olaszoké, akkor, ha megnyerik a háborút. És ezután, hogy 1915 áprilisában Olaszország belépett a háborúba, keletkezik egy újabb front mai szlovén területeken, akkor osztrák-magyar területeken, amit mind közönségesen Doberdónak vagy Isonzónak hívunk, és hogyha valaki lakodalmakba jár, és már elég emelkedett a hangulat, akkor ezeket az első világháborús katonadalokat hallhatja most is, és azt hiszem, hogy Galícia mellett Doberdó és Isonzó az, ami leginkább folklorizálódott a magyar tudatba, mert hiszen annyira különleges természeti táj volt ahhoz képest, amit az alföldi betyárok ugye, beéltek, vagy a pásztorok, a Szucsa nevű, az Isonzó, ma úgy hívják, hogy Szucsa folyó, hogy ez nagyon megragad sokakba. És valóban ott az úgy tényleg a mai katonatemetőkben is, amelyek ott szegélyezik ezt az egész vidéket, tele vannak magyar nevekkel valóban. Tehát ott az ország különböző részéről nagyon sokan maradtak ott. A románok még tovább 1916 nyaráig gondolkodtak a dolgon. Ők is tárgyaltak Bécsben és Berlinben, és tárgyaltak Péterváron, az oroszoknál, illetve Londonban. És a válaszok a körülbelül így néztek ki, hogy amikor Berlinben és Bécsben tárgyaltak, akkor azt mondták neki, hogy lépjetek be mi oldalunkon a háborúba, és a háború után úgyis győzni fogunk, megkapjátok Beszarábiát, ami az oroszoké volt 1812-től. Amikor pedig az antant hatalmakkal, az oroszokkal, angolokkal tárgyalták, akkor ők azt mondták neki, lépjetek be mi oldalunkon, a háború után megkapjátok Erdélyt. Beszarábiáról persze nem lehet szó, mert az oroszok szövetségeseink. A nagy román trúvája, hogy végül mindkettőt megkapták. Tehát ez hogy mondjam, le a kalappal a román politika előtt, mert mind a kettő az övék lett a végén, de itt ez volt az alaphelyzet, és a románok arra vártak, hogy kiderüljön, hogy ki fog győzni az első világháborúban. És 1916 nyarán úgy ítélték meg, hogy az antant fog győzni, akkor indítanak az oroszok egy utolsó nagy offenzívát, Brusilov tábornagynak a vezetésével, amely az első hetekben sikeres. Megint eljutnak Galíciáig, sőt magyar területekig az orosz csapatok, és egy-két hónapba kerül, ami kiderül, hogy ebben nincs akkora lendület, hogy ez egy átütő győzelmet eredményezzen, hanem csak egy pillanatnyi siker. De a románok úgy ítélik meg 1914 augusztusában, hogy az antantnak áll a zászló, az antant fog győzni, és ezért az antant oldalán lépünk be a háborúba. Bratianu, a miniszterelnök leírja az emlékirataiba, hogy kiment a temetőbe, letérdelt az apja sírja elé, aki szintén miniszterelnök volt, és párbeszédet folytatott a halott apjával, hogy mit tegyünk. És úgy jött vissza a bratján, hogy fiam, meg kell kockáztatni. Nagy benne a kockázat, de most vagy soha. Tehát ebben a helyzetben így tudjuk megszerezni Erdélyt és egyéb területeket, és így kötik meg 1916. augusztusában a bukaresti titkos szerződést, azt hiszem pontos augusztus 23-án, amelyben győzelem esetére ezt a területet ígérik Romániának.
Ez a mai magyar határ, a mai román határ, amint látják, ez a határ nem a Tiszáig, ahogy szokták mondani, de a Debrecen-Szeged vonalig nyúlik. Beleértve Makót, Gyulát, Békéscsabát, Mátészalkát, amelyek ma magyar városok. De az volt az ígéret, hogy ha a román hadsereg megtámadja Magyarországot, győzünk, akkor ez a terület az övék lesz. És a román hadsereg augusztus végén meg is támadta Magyarországot, betört Erdélybe, és a terv az volt, hogy néhány hónap alatt Budapesten lesznek. Ez nem így történt teljes mértékben ekkor, mert az összevont osztrák-magyar, de főleg a német haderő szeptember-október folyamán kiveri a románokat Erdélyből, és hát tulajdonképpen néhány hónap alatt Bukarestig jutnak elő, és a románokra is rákényszerítnek. Tehát megverik őket de facto, Romániát. És Románia eltérően a szerbektől fegyverszünetet köt, és utána békét 18 tavaszán a monarchiával. A csehek meg a szlovákok, ezek a monarchia hadseregében küzdötték végig a háborút. Hogy milyen lelkesedéssel, az persze kérdéses, és hogyha valaki ismeri a Schweik a derék katona című művet, akkor ebből tudja, hogy nem nagy lelkesedéssel, tehát azért óvatosak voltak. És már van egy emigrációjuk a cseheknek, csehek és szlovákok is, és 14 végén megfogalmazzák, és az Antant hatalmakkal közlik, hogy ők lázító tevékenységet fognak folyamatosan végrehajtani a cseh és a szlovák egységeken belül, és ennek fejében a háború után szeretnének létrehozni egy cseh-szlovák államot. Mert a csehek meg a szlovákok rokonok, testvérnemzet, és miért is ne? Láttak itt egy nyúlványt, ami többször fölbukkan a háború alatt és után is, ez az úgynevezett szláv koridor, amely azt célozta, hogy az északi szláv és a déli szláv csoportot összekösse, földrajzilag is, és a cseheknek biztosítson egy közvetlen kijáratot az Adriára, másrészt pedig a német-osztrák területeket elválassza a magyartól. Mert a történetben eddig mindig úgy alakult, hogy az osztrák-magyarok a németekkel együtt háborúztak, és hogyha itt ilyen stratégiai választóövezetet létrehoznak, akkor erre kisebb lesz az esély. Ha összeadjuk mindazokat a területi követeléseket, amelyeket ezek az államok támasztottak, itt a szláv koridornak különböző tervei, akkor ezt kapjuk. Ezek voltak a román követelések és a románoknak ígért rész, itt a cseheknek ígért rész, ez is, tehát mai Észak-Magyarország is, itt a szláv koridor, itt a szerbek által követelt igények. Néhol volt probléma, például a bánságban, mert a bánságot a szerbek is igényelték, meg a románok is igényelték. És hát ugye idő kellett hozzá, amíg rájuk kényszerítették azt, hogy a nyugati fél az lesz a Szerbiáé, a keleti az meg a Romániáé. De ezt mind a kettőnek odaígérték a románoknak is, és odaígérték a szerbeknek is, amiből a háború után majd lett probléma. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha most kicsit cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy jól jártunk a Trianonnal, mert ha minden követelés megvalósul, akkor most egyharmaddal még kisebb magy. Eger az még Magyarországon lenne, tehát az még itt van. De bizonyos részek már nem. Ez persze csak egy ironikus megjegyzés volt, önironikus. De, és ez azért volt indokolt, mert ezek vágyak voltak, elgondolások voltak. Elgondolások nekünk is voltak mindig, most is vannak. Tehát vannak, akik tudják, hogy kéne Erdélyt visszafoglalni. De ezek az ilyenfajta vágyak mindig azon múlnak, hogy van-e olyan erő mögöttük, amely erő ezt végre tudja hajtani. Ha ilyen nincs, akkor lehet handabandázni és lehet megfogalmazni célokat, de erő nélkül nem lehet végrehajtani. Ezért döntő volt a harmadik tényező, és most érek rá arra, hogy a leendő győztesek, a nagyhatalmak mit gondoltak ezekről a célokról, támogatták vagy nem támogatták. És a helyzet a háború elejétől nem volt egyértelmű. Legegyértelműbben az oroszok támogatták a monarchiának a fölosztását, nagyon egyszerű okoknál fogva, mert azt gondolták, és ezt minden nagyhatalom így gondolja, hogy ha a határaim mellett egy komoly nagyhatalom van, egy birodalom, az rám nézve egy veszélyforrás.
azzal egyezkedni kell. De ha egy olyan fragmentált kisállami struktúrát hozok létre, amelynek az élén az orosz nagyhercegek állnak, akkor ez tulajdonképpen egy cordon sanitaire számomra, egy puffer zóna, amelyet én mozgatok és irányítok. Ezért a cári diplomácia a háború kezdetétől, már 15-től elhatározta, hogy neki ez a célja, és ha ott lett volna a cári képviselet, vagy az orosz képviselet a párizsi békekonferencián 19-ben nem volt ott a közbejött okok miatt, akkor nagyjából ezt a elgondolást támogatta volna, vagyis Lengyelország autonómiával Oroszországhoz, Cseh és Szlovákia egy orosz nagyherceggel az élén, Magyarország, Románia, Nagy-Jugoszlávia, és ez a szlovnak nevezett valami hasonlít a úgynevezett korridorra. Az oroszok nem voltak ott, ezért az ő szavuk itt az elrendezésben ekkor nem játszott, a nyugati antant hatalmak pedig megosztottak voltak a tekintetben, hogy mi is lenne az ő szempontjukból jó. Voltak, akik úgy gondolkodtak még 1915-16-ban is, mint 1848-49-ben is, hogy a brit politika szempontjából, vagy a nyugat szempontjából a jó az, ha van egy kontinentális kiegyensúlyozó hatalom, a monarchia. És nem engedjük se a németeket, se az oroszokat túl nagyra nőni, hanem köztük van valaki, aki kiegyensúlyozza őket, és akire mi tudunk számítani. De ugyanakkor emellett voltak olyanok, mint például a Robert Sitten Watson, aki egy újságíró történész volt, és kezdetben szeretett bennünket, később kevésbé szeretett bennünket, aki a 16-os könyvéhez ezt a mellékletet csatolt, ezt a térkép mellékletet, amelyből már látszik, hogy nagyon hasonlít az oroszhoz. A Magyarország ugye annyiban más, mint az orosz tervben, hogy a bácska valami oknál fogva itt hozzánk tartozik. De ezek vázlatok, tehát ezek nem egy minuciózusan végig gondolt elgondolások, hanem csak azt mondja, hogy a monarchia helyén föl kell bontani, és új nemzeti energiáktól duzzadó államokat kell létrehozni, amelyeket a háttérből mi fogunk befolyásolni és irányítani. Ez tehát egy brit elképzelés. Ugyanakkor, ahogy mondottam, egészen 1918 elejéig létezik az is, hogy a monarchiát kicsit korszerűsíteni kell, demokratizálni kell, de meg kéne tartani. Hát, ha föl tudjuk a mi céljaink érdekében használni, mint ahogy 1848-49-ben is. Ez pedig az Egyesült Államok Békeelőkészítő Bizottságá közép-európai szakértőjének, Charles Seymournak a tervezete, aki egyébként szintén egy történész volt, a történészeken mindig baj van, ebből is látszik, Freiburgban doktorált, tehát elég jól ismerte a térséget, többet utazott itt, a Yale Egyetem elnökeként fejezte be később a pályafutását, és ő 18 elején azt mondja, a monarchiát meg kell tartani, de utat kell engedni a monarchia nagy nemzetiségeinek, a föderatív törekvéseinek. Tehát legyen egy Német-Ausztria, egy Cseh, egység, egy lengyel rutén, egy magyar, egy erdély, egy délszláv, és ezek a pontok, ezek meg azt jelentik, hogy nem mindenkiről lehet tudni, hogy pontosan mit akar. Ezeket meg kell kérdezni. A ruszinokat például, hogy hova akarnak tartozni, Magyarországhoz vagy Galícia, szlovákokat megkérdezzük, hogy hova akarnak tartozni, csehekhez akarnak vagy Magyarországhoz tartoznak. Ez 1918 legelején készül a tervezet. A franciáktól vagy az olaszoktól hasonló tervezetet nem találtam, de nagyjából ők is ebben gondolkodtak, tehát ingadoztak, hogy mi lenne a jobb, megtartani a monarchiát, vagy pedig felosztani. 1918 tavaszára, nyarára egyértelművé vált, hogy azok kerültek fölénybe, akik azt mondták, hogy fel kell osztani a monarchiát, nincs rá szükség. Ennek az eddigieken túlmenően, amit már elmondtam, volt egy háborús, nagyon fontos oka. 1918 tavaszán úgy nézett ki, hogy a német és osztrák-magyar központi szövetség fogja megnyerni a háborút. A német hadak, vagy főleg a német hadsereg a lengyel, belorusz, ukrán területeket ellenőriz egészen a Donyec-medencéig. Hogy ez miért fontos, az az utóbbi évekből mindenki számára világos. És ott vannak ugyanakkor az ukrán búzamezők, vagy a mezőgazdasági területek, lengyel területek, és itt pedig az Atlanti-óceánik. A német birodalomnak a lakossága 65 millió, a monarchiájé 50 millió, ez már 110. Ha hozzáadjuk a többieket, akkor itt egy 150-200 milliós birodalomról van szó, amely nagyobb, mint az Egyesült Államok, amely akkor 120-130 millió volt, és nyersanyagokban is rendkívül gazdag. Ez azt jelentette, hogyha ez a németek által Mitteleurópának nevezett gazdasági, politikai egység létrejön, akkor itt eldőlt a jövő,
akkor ez az egység fogja dominálni nem csak Európát, hanem Eurázsiát, és ha Eurázsiát dominálja, akkor vetélytársunk lesz, riválisunk lesz a csendes óceán térségében is, az amerikai gondolkodás szerint. Ezért az amerikai külügyminiszter Robert Lansing már 15-ben beírja a naplójába, ami nem publikus, beírta azt, hogy előbb vagy utóbb szembe fogunk kerülni a németekkel. Mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ők győzzenek, és utána majd a mi közvetlen érdekszféránkban és a területeken kelljen velük vihaskodni. Sokkal jobb, ha Európában azokat támogatjuk, akik a németekkel szembeállnak, és akik le tudják őket győzni. Tehát ez a perspektíva, az, hogy itt a német uralom alatt létrejön egy ilyen egységesülő, vagy ilyen integratív gazdaság egység, ez egy nagyon fontos szempont volt abban, hogy az Antant hatalmak végül 18 tavaszán, 18 nyarán afelé hajoltak, hogy akkor a monarchiát meg kell szüntetni. A másikok, fontosok szintén az, hogy a Szovjetunió vagy Oroszország kiesett a hadviselő felek közül 1917-ben. Eddig mindig úgy nézett ki, hogy nyugati hatalmak számára Oroszország keleten egyfajta biztosíték volt. De azzal, hogy Oroszország megszűnt, és bolsevista forradalom lett, és vele együtt káosz lett, és polgárháború lett, ez azt jelentette, hogy ott évekig nem lehet számítani az oroszokra. Nem lehet tudni, mi lesz vele, de hogy évekig őt nem lesz egy hatékony nagyhatalom, ez biztosra vehető. Tehát akkor mi itt a perspektíva, gondolják Londonban, Párizsban és Washingtonban? Az a perspektíva, hogy a németek akadálytalan hatolnak előle keletre, és egy akkora területet, egy nyersanyagbázist és embertömeget fognak kontrollálni, amellyel szemben mi nem tudunk egy hatékony erőt mozgósítani. Mert ehhez a 25-30 milliós Franciaország, ugyanilyen Nagy-Britannia, még a gyarmat birodalmaival együtt is nem elegendő. Ezek mind abba az irányba mutatnak, tehát hogy 18 tavaszától ez változik. És valóban az Egyesült Államok, ahogy ezt föl is mérték, 1917 végén őszén belép a háborúba, lehet, hogy áprilisba, 17, valamikor 17-ben. Van itt egy diákom, nem emlékszik rá esetleg, hogy 17 áprilisban vagy 17 őszén? Április, igen. Igen, de amikorra az amerikai katonákat és az amerikai haditechnikát áthozzák Európába, az hónapokat vesz igénybe. És itt ki is kell őket képezni, hadrendbe kell őket állítani, effektíve 18 tavaszán, 18 nyarán indulnak, vetik be őket. Ez másfél millió ember, mint egy 20 ezer teherautó, nehéz tüzérség és már tankok is. És ezekkel a központi hatalmak, a németek nem tudnak mit szembeállítani. Úgyhogy amikor 18 augusztusában Somme-nál megindul az offenzíva, és áttörik a frontokat az amerikai, brit meg a francia erők, akkor a német tábornokok, azt hiszem, hogy Ludendorff, de lehet, hogy Hindenburg, megjegyzi, hogy ez a német hadsereg fekete vasárnapja, ebből nincs kiút. Időkérdése, hogy mikor fogjuk aláírni a fegyverszünetet. Nem tudunk ezzel szemben se technikát, se embereket mozgósítani. És ez valóban így is volt, időkérdése volt. Először ugye a bulgárok kapitulálnak már szeptemberben, a németek csak november 11-én, de közben sokan mások. Az új uralkodó, a monarchia uralkodója, a IV. Károly, aki 16 végén lép Ferenc Józsefnek a helyébe, érzékeli ezeket a problémákat. Megpróbálkozik egy külön békével a nyugati hatalmakkal, amely nem sikerül. Tehát nem sikerül külön békét kötnie. Persze erre a külön béke kísérletes jellemző, hogy Károly is olyan volt, mint a többi, hogy szívesen felajánlotta a nyugati antant hatalmaknak Elzász-Lotaringiát, annak fejében, hogy ugye békét kötnek vele. És amikor a németek ezt megtudták, természetesen megfelelően reagáltak erre, hogy ajánlja magáit, ne a Elzász-Lotaringiát ajánlja. Tehát ő szívesebben ajánlotta ő is azt, mint Dalmáciát, vagy pedig osztrák-magyar területeket. Meghiúsul, és a következő lépésben IV. Károly próbálja a háborút valahogyan úgy befejezni, hogy ebből a monarchia épségbe kerüljön, és azt gondolja, hogy ha egy föderatív konstrukciót hoz létre, nemzeti tanácsok, stb., abból a monarchia egybe tud maradni. Ez egy tökéletes félreismerése volt a helyzetnek. A nemzeti tanácsok az ő akaratából is, vagy a fölhívására megalakulnak, de ezek a nemzeti tanácsok egyáltalán nem a monarchia fönnmaradása mellett voksoltak, hanem mindegyik a monarchiából való kiszakadás mellett, a szeparatizmus mellett voksolt, és ezzel áttérek a következő tényezőre, itt a Wilson elnök ezt közli is azután,
velük, hogy vége a háborúnak, vagy 18 végén, a monarchia is fegyverszünetet kér, a többi központi hatalmak, németek is, és a páduai fegyverszünet az első, ahol az osztrák-magyar hadsereg az olasz fronton fegyverszünetet köt. Ez, ahogy látják, nem állapít meg Magyarország számára demarkációs vonalakat, hanem azt mondja, csak az olasz területeket, az olaszok által igényelt területeket veszi el. Dalmáciát, Isztriát, azt mondja, hogy az Ausztria olaszok lakta tartományainak és Dalmáciának a kiürítése, a Plankafokig, ez az, amit mutattam a térképen, a Split Szibenik, ott a Plankafok. És ezt Antantat előszállom. De egyébként nincs demarkációs vonal, a szövetségeseknek jogukban áll minden osztrák-magyar területet megszállni, szabadon mozogni, és jogukban áll rekvirálni is, mondják ki. És a polgári közigazgatás pedig az ő ellenőrzésük alatt áll. De hát ehhez persze haderő kell, és ezt nem igazán valósították meg, csak az olasz területeken. Közben, ez 18 vége volt, közben 19 januárjától Párizsban ülésezik a békekonferencia, ahol a háború alatti vágyakat vagy terveket, a kis hatalmaknak az elgondolásait, román, szlovák, cseh, stb. Szinkronizálnak vagy harmonizálnak a nagyhatalmi elképzelésekkel. Erről szól a Párizsi Békekonferencia 19. januárjától nyaráig, hogy Magyarország esetében és a többi esetben is megállapítsák ezeket a határokat. Ez a brit határ. Ugye jönnek a különböző országokból ott a delegációk, a győzteseknek a delegáció. A vesztesek nincsenek ott, Magyarország sincs ott. És itt a brit határjavaslat, a piros a trianoni határ, és a zöld mutatja a brit határjavaslatot. És ahogy látják, ez jelentős helyeken előnyösebb Magyarország számára, mint a trianoni határ. Például a Csalóközt Magyarország nem akarná hagyni, a Rimaszombat Kassa vidékén szintén, Beregszászi járás, Ungvár Magyarország, a Párcium Magyarországnál maradna, és a Szabadka környéki Északbácska is. És föltehető a kérdés, hogy miért. Hát azért, mert megnézték a tízes magyar statisztikát, amelyből világosan kiderült, hogy itt magyar többségek vannak. És ezt úgy gondolták, hogy az etnikai alapon ez Magyarországnál marad. A Székelyföldnél persze ezt nem lehetett előadni, mert ugye azt nem lehetett áttolni. Az egy más konstrukció, de a határmenti magyar területeket a brit delegáció az Magyarországnak akarta hagyni, és ugyanezt akarta az Amerika is, megfejelve Kárpátaljával. Ők egymástól függetlenül dolgoztak, és mégis nagyon hasonlók a határjavaslataik. És ez azért van, mert a tízes magyar statisztika községről községre pontosan tartalmazta, hogy hányan laknak ott, és azok milyen anyanyelvűek. Mi az anyanyelvük? És ez alapján kiszámolták, hogy ez így kellene ennek lennie. A franciáknak, a francia békeelőkészítőknek a ilyen térképre vetített elgondolását nem ismerjük, de ez a Magyarországnak ez az etnikai térképe, ez eléggé jól mutatja, hogy a francia megközelítésben a magyar etnikum a Tisza két oldalára és egyes Dunántúli régiókra korlátozódott. Egyébként hát a történet Magyarországot nem magyarok lakták, és valóban a tárgyalások során a franciák voltak azok, akik legradikálisabban támogatták a utódállamoknak a törekvéseit, és ellenezték Magyarországnak a méltányos az etnikai elv az persze csak az egyik elv volt. Emellett más szempontokat is mindig figyelembe vettek, és egy fontos szempont volt az a vasútvonalak. És a vasútvonalakkal kapcsolatban az, hogy ahol vita volt, ott mindig a szövetségesnek elismert cseheket, románokat és a szerbeket támogatták, és nem a magyarokat. Itt jól látszik az, hogy a cseh-morva területekről a Kárpátaljára eljutni csak sátoraljövőjén lehetett. Akkor ez az egy vasútvonal volt. Nem tudom most, hogy van, de akkor csak sátoraljövőjén keresztül lehetett, amelynek a lakossága viszont döntően nem szlovák volt, hanem magyar. És fölvetődik akkor, hát építsenek a csehek itt egy elkerülő vonalat. Ami logikus lett volna, de az pénzbe kerül és időbe. És a csehek szövetségesek voltak. És ezért úgy döntenek, hogy a nem szövetséges Magyarország rovására cseheknek kedveznek, és azt a dodonai döntést hozzák,
hogy Sátoraljai Magyarországnál marad, de a vasúti sinek, meg az indó állomás, vagy a vasúti állomás, az viszont Csehországhoz kerül, és a legalábbis a 80-as években így volt, a vasúti sorompó az azonos volt a határsorompóval. Az Schengenben ez már nyilván másként van, de akkor az így volt. És itt a Párciumnál ugyanaz a helyzet, hogy a Temesvár fele haladó vonatnál, illetve a Szabadka felé haladó vonat, ez tudták, hogy ez egy magyar többségű terület. De ismét fölmerül, hogy akkor a szövetségeseinket, a románokat arra kényszerítsük, hogy építsenek maguknak egy vasútvonalat. És itt is a vita után végül úgy döntenek, hogy hát nem. Tehát azt mondom, tehát, hogy az etnikai elv volt a kiinduló, de az etnikai elvet a stratégiai megfontolások, közlekedési megfontolások, gazdasági megfontolások, és az, hogy ki volt a szövetségesünk és ki az ellenségünk, ezek jelentős mértékben befolyásolták, vagy determinálták, és ezt nem csak én találom ki, ezt ők is tudták és így gondolták. Ez a vázlat egy brit diplomatának a vázlata, ami 1930-as évek elején készült. Addigra az egész Trianon Londonban feledésbe merült, de érezni lehetett azt, hogy ez újra fog tárgyalódni, rövid időn belül. És azért megbízták az egyik brit diplomatát, fiatal diplomatát, hogy vegye elő az aktákat, és magyarázza el nekik, hogy miért ezek a határok születtek. És a brit diplomata nagyon korrekt módon, térképen is, meg szóban is elmondta, hogy az etnikailag korrekt határvonal az itt lett volna, ahol a 38-as határ is nagyjából húzódott. És Szlovákiában elég könnyű volt, és ma sem nehéz megállapítani az etnikai választóvonalat. Ám az etnikai választóvonal mellett más szempontokat is figyelembe kellett venni, például a közlekedési prioritásokat. Itt a vasútvonalakat és utakat, stratégiai megfontolásokat. Hogy a Duna vonala az egy jobban védhető, mint hogyha egy kisebb ágnál húzzák meg ezt a határot, vagy az itteni hegyvidéken. És azt mondja, hogy mindezek következtében az etnikailag korrekt határvonalat lehozták egy kicsit délre, és ezzel előnyhöz juttatták a cseheket, előnyhöz juttatták a szlovákokat, a magyarok meg az ellenségeink voltak, tehát ők a vesztesek. Az ő rovásukra az etnikai elvet ilyen módon sértették meg, vagy változtatták meg. Vagy ez a békekonferencia párizsi térképe, amely azt mutatja, hogy ott a különböző delegációk milyen álláspontot képviseltek. Ez volt az, amit a románoknak ígértek 16-ban. Ezt nem kapták meg a románok, noha ezért ők nagyon meg voltak sértődve. És az összes javaslat, ahogy látják, ez mind a párciumi sávban húzódik. Leginkább a román elgondoláshoz vagy igényhez a franciák állnak közel, ahogy mondtam, és leginkább az amerikaiak, illetve az itt nem ábrázolt olaszok voltak azok, ingadoztak, de időnként, akik egy olyan javaslatot képvisel, vagy olyan álláspontot képviseltek, amelynek az értelmében ez a párciumi sáv, ez Magyarországnál maradt volna. És itt is a vasútvonalak a szövetséges, nem szövetséges miatt Magyarország ellenére döntöttek. Azért mondom, hogy az is egy fontos szempont volt, ami érthető is, hogy ki volt a vesztes és ki volt a szövetséges, mert a bánság kérdésében ott két szövetségesnek a vitájába kellett dönteniük. Mert mind a két, a jugoszlávok is, meg a románok is az egész bánságot akarták. És ott tudtak hozni egy kompromisszumos döntést, hogy a bánságnak a nyugati felét a szerbeknek adták, a keleti felét a románoknak adták. Itt erre nem voltak készek, mert ugye Románia ott volt a békekonferencián, mint szövetséges állam, a csehek is ott voltak, mi nem voltunk ott. És a vitákból ugye nem kapták meg a románok a sárga vonalat, de nagyjából a franciával egyező vonalat megkapták, és az azt jelenti, hogy a párciumi nagyvárosok, Szatmár Németitől Nagyváradon át Aradig, ez is Romániához került, ahol nem csak a városok, hanem az egész sávban egy magyar többség lakott. Úgyhogy végül ilyen viták után 1920 koranyarára kialakulnak az új magyar határok, és ezt 1919. júniusában tanácskoztársak alatt közlik is Kumbéláékkal, hogy mik ezek a határok, és a jól mutatja ugye a mondottak alapján és következtében, hogy az új határok mentén szinte összefüggően egy jelentős magyar többség él. Ami egy olyan problémát okozott, vagy kreált, vagy hozott létre, ami mai napig, ezt nap mint nap tapasztaljuk, érezteti a hatását. Na most ezek után nézzük a negyedik tényezőt, a magyarországi belső helyzetet röviden.
A háború végén ugye a magyar belpolitika régóta azon vajúdott, hogy a dualizmuskori konzervatív, liberális rendszert hogyan lehet demokratizálni, vagy mit lehet vele csinálni. És 18 őszén, ez általában így szokott lenni egy válsághelyzet, de mindig az ellenzékű hatalomra. Mert a másik ugye lejáratódik, elhasználódik, és akkor nézzük, hogy mit tudnak csinálni. Ez az ellenzék Magyarországon Károly Mihály vezetésével jött létre, a szociáldemokratákból állt, a Károlyi féle pártból állt, a Jászi féle polgári radikálisokból állt, általában azokból, akik konzervatív Magyarországot demokratizálni akarták. Földreformmal, választójoggal és az egyébekkel, szociális reformokkal. Ez volt a programjuk, ezen belül a nemzetiségi program azt tartalmazta, hogy megpróbáljuk megtartani az integer Magyarországot, és ezen az integer Magyarországon belül elégítjük ki, hanem próbáljuk kielégíteni a nemzetiségeket. Az ország az egyenrangú népek testvéri szövetségévé alakulna át. Vagyis megadnák azt a nemzetiségeknek, amelyet ők korábban is követeltek, de nem kaptak meg. A társ nemzeti státuszt. Vagy a idegen szóval a konszociális modell szellemében és jellemében az itt élő nagyobb nemzetiségi csoportok alkotmányosan egyenrangú szintre emelkednek. Lényegében az országnak egy kantonális átalakításáról, vagy föderalizálásáról szólt a Károlyi féle elképzelés. Amely azonban nem tudni az, hogy milyen sikert aratott volna 20 vagy 30 évvel ezelőtt, de ekkor már a nemzetiségeknek ez kevés volt. A helyzetet súlyosbította az, hogy a Károlynak sikerült egy olyan hadügyminiszter találnia 1918. október végén, akinek a fő jelszava az volt, hogy nem akarok többé katonát látni, ugye Linder Béla volt, amit hát azért hangzott el, mert ezek a frontokról hazaérkező katonák gyakran lövöldöztek. Néha ittak is, az indokoknál többet is. És olyankor elég nehéz volt őket fegyelmezni, mert ugye a puskájuk is volt. És ezért a Linder azt mondta, hogy az egészet le kell szerelni, és jön a világbéke. Ez tükrözi a legplasztikusabban azt a naivitást, amelyet a Linder is, és bizonyos mértékig sokáig a Károly is osztott, amelynek az volt a lényege, hogyha mi most jó fiúként viselkedünk, nem konfrontálódunk, akkor a békekonferencia majd honorálni fogja a mi érveinket, és ott fognak eldőlni a határok. Ez egy alapvető tévedés volt. Az, hogy ha mi most nem konfrontálódunk, hanem majd a békekonferencián fogunk erről vitatkozni, akkor az Magyarország számára előnyös lesz. De rögtön hozzáteszem, hogy nem érdemes Linder Béla nyakába varni mindazt, ami ekkor történt, mert Linder Béla összesen 7 napig volt hadügyminiszter. Ő is belátta azt, hogy nem alkalmas erre a posztra, mások is belátták, és akkor utána jöttek újabb hadügyminiszterek, de egy ütőképes magyar fegyveres erőt ők sem tudtak fölállítani, pedig próbálkoztak vele. És itt van a kérdés, újra mondják, miért nem tudtak? Az a hadsereg, amely az osztrák-magyar monarchi hadseregeként harcolt a háborúba, az nem egy magyar hadsereg volt. Az egy sok nemzetiségű hadsereg volt. Még a magyar királyságból toborzott ezredek jelentős része, kétharmada is nem magyarokból állt, hanem vegyes szervezésű volt. Mondok egy példát, a marosvásárhelyi, azt hiszem második honvéd huszárezrednek a tisztikara nagymértékben magyar volt. De ez kiből állt a legénység? A marosvásárhelyi környéki falvakból, részben románokból. Lehetett tőlük várni azt, hogy ők vonuljanak ki a Kárpátok bérceire és védjék a magyar hazát? Hát nem nagyon. Tehát itt egy olyan sok nemzetiségű hadsereg volt, amely nemzeti céloknak a felhasználására nem volt alkalmas. A lehetőség vagy a teendő az lehetett volna, vagy talán az kellett volna, hogy legyen, hogy rendben van. Ez a hadsereg feloszlik, és azonnal elkezdek egy magyar nemzeti hadsereget, etnikai alapú magyar nemzeti hadsereget szervezni. De hogyan? 4 éves háború után ki az a férfi, aki azt mondja, hogy ide a puskát és megyünk harcolni. Örültek, hogy túlélték, tehát hogy megmaradt a lábuk, megmaradt a kezük, megmaradt a szemük, jöttek haza, és nemigen akartak katonák lenni. Én tudom, hogy ezzel kapcsolatban különféle illúziók élnek az emberek fejébe, de számos konkrét adattal tudom bizonyítani, és a munkájában én szoktam is, hogy ez nem egyszerűen azon múlt, hogy akarunk vagy nem akarunk, hanem azon múlt, hogy amikor például a toborzó tisztek elmennek a Székelyföldre, hogy a híres Székely hadosztályt összehozzák, akkor 500 embert bírnak összetoborozni, 500 fiatalt, többet nem.
A 10 fős székely hadosztály az kolozsvári nemzetőrökből, szilárdsági, meg bihari, meg mindenféle emberekből áll, nem székelyekből áll jelentős részben, csak kisebb részben áll székelyekből. Nem, és a toborzó tisztek is elmondják, hogy nincs lelkesedés. Lelkesedés akkor van az emberekben, amikor a közvetlen környezetüket, az otthonukat támadják. Például a salgótarjániak és a balassagyarmatiak harcolnak akkor, amikor jönnek a csehek. Majd egy idő után azt mondják a parancsnok ennek Garan völgyébe, hát én most miért vagyok itt? Ez már nem az, ami az én közvetlen célom. Tehát egy lokális célért, a szűkebb hazáért lehet mobilizálni embereket, és mobilizálnak is, de az alföldi parasztokat, a dunatiszekölt parasztokat azzal hadseregbe hívni, hogy gyertek védeni a Felvidéket, ez egy totális kudarc volt, mint ahogy meg is próbálták 19 nyarán, hogy besorozzuk a ottani embereket, ezek egymás után azt mondták, hogy nem. És elzavarták a sorozóbizottságokat és az egyebeket. Tehát azt akarom mondani, hogy Linder Béla hát egy, hogy mondjam, egy labilis, a háború folyamán drogfüggővé vált, emberé vált, akit hát semmiképpen nem tartunk számon a magyar történelmnek a nagyjai között, vagy a nagy katonái között, de nem rajta múlott az, ami történt. Ő csak hozzátett egy kis téglát ahhoz, ami hosszú idő óta érlelődött. A nemzetiségek pedig közben egymás után deklarálják elszakadásokat a Magyarországtól és az új nemzetállamokhoz való csatlakozásokhoz. Itt a horvátokat látjuk, október 30-án, ez Túróczentmártonban van, aki síelni szokott esetleg, az talán járhatott oda, a szlovák síparadicsomba, Martinnak hívják ma, ez a takarékpénztár épülete, és az oldalán van a tábla, amely mondja, hogy itt mondták ki szlovák atyafiak október 30-án, hogy elszakadnak Magyarországhoz, és Csehországhoz tartoznak, a szlovák nemzeti pártnak a vezetői. Legvérmesebb törekvésekkel persze a románok álltak elő, mert nekik volt egy ígéretük is 1916-ból, hogy ők ezt a 26 vármegyét, amit igényelnek, ezt meg fogják kapni. Ez az a vonal, amit nekik 16-ban megígértek nagyjából, Debrecen-Szeged vonalig. Hogy ők, és a Román Nemzeti Tanács, amely megalakul Erdélyben, azt hiszem, hogy Aradon, az ezt be is terjeszti, újságba is közzéteszi, hogy ezt a részt a románok a magukénak tekintik. És eközben van az, hogy a magyar front, vagy a magyar hadsereg az egyre inkább bomlik, és egyre kevésbé képes ezekkel a törekvésekkel hatékony ellensúlyt képezni. Köves Herman tábornagy, aki a balkáni fronton a magyar hadsereg parancsnok, le is írja, hogy miért, hogy miről van itt szó. És ez mutatja azt, hogy a sok nemzetiségű magyar hadsereg mire használható és mire nem. Nézzék meg, ugye azt mondja, hogy van 10 000 embere, de hogy ezt tartani tudom, vagy nem, az attól függ, hogy a szerbek mennyivel támadnak. A horvátok azok dobálják el a puskákat és mennek haza, vagy puskával együtt, és velem szemben áll az én 2,5 gyalogsági hadosztályommal szemben több mint 10 antantaderő. Hogy lehet ezt tartani? Nem lehet tartani, és nem is tartotta, hanem ő is és mások is azt javasolják, hogy fegyverszünetet kell kötni, és ezt a Páduvában, ahogy mondtam már, meg is kötötték. Károlyi és a balkáni haderőnek az antant parancsnok azonban úgy gondolják, hogy mivel nem intézkedik ezekről a részekről, csak az olasz területekről, egy új fegyverszünetre van szükség, és november 13-án Belgrádban a Károlyi kormánynak a küldöttei ezt alá is írják, amelynek két fontos eltérés van a Páduához képest. Az egyik az, hogy demarkációs vonalat állapít meg délre, amit majd mindjárt megmutatok. A másik az, hogy a polgári igazgatás a kormány kezében marad, és a szövetségesek nem avatkoznak be a magyar államnak a belügyeibe. Ezek Páduához képest előnyök voltak, ám a demarkációs vonalnak a megállapítása, az pedig hátrány volt, mert azt mondta ki, ugye eddig csak az olasz részek kerültek el, az azt mondta ki, hogy a demarkációs vonaltól, amely nagyjából a Maros vonalát követte, és utána a Drávát, délre eső területeket, tehát a Bácskát, Drávaszöget, Muramentét és Dél-Erdélyt is a szövetséges csapatok szállhatják meg. És ebben benne voltak a románok is, és benne voltak a franciák is, benne voltak a szerbek is. És nyilvánvaló, hogy ahogy ez a katonai erő jelent meg és nyomult előre, ez a helyi nemzetiségi erőket támogatta. Tehát ahol megjelent a román hadsereg, ott a román vezetők úgy érezték, hogy mögöttük van az erő.
ahol meg a szerb jelent meg, ott a szerbek érezték úgy, hogy velük van az erő, és övék a jövő. És ennek megfelelően viselkedtek, és jelentik ki ők is elszakadást a Magyarországtól. November 25-én Újvidéken nagy népgyűlés, és a szerb küldöttek, délszláv küldöttek kimondják, hogy elszakadnak Magyarországtól, csatlakoznak a szerb királysághoz. Hogy ezen a területen laknak németek is, meg laknak magyarok is, őket nem nagyon érdekelte. Tehát ők úgy gondolták, hogy az egész terület nevében nyilatkozhatnak, és nyilatkoznak is. December 1-én Belgrádban megalakul a szerb-horvát-szlovén királyság. Abban a területben, amit a háború alatti térképek nagyjából vizionáltak. A románok 18. december 1-én Gyulafehérváron mondják ki, hogy ők nem egyszerűen azt a 26 vármegyét igénylik, amit már mutattam, hanem az a véleményük, hogy ez a 26 vármegye, ez román, és csatlakozik Regáthoz. Na most, ha a statisztikát nézzük, akkor a román többség adott volt ezen a területen körülbelül 50-55%. És a magyaroké 35% körülbelül, 10% német, a többi egyéb. De minden esetre alig volt meg az abszolút többsége a románoknak, de itt nagy elszánással kijelentik azt, hogy mostantól kezdődően Erdélyben román igazgatás van, és ez a román terület, ez csatlakozni fog a Regáthoz. December 24-ére, annak ellenére, hogy ez a demarkációs vonalon már túl volt, a román hadsereg bevonult Kolozsvárra. A magyar vezetésben, Pesten is és Kolozsváron is fölmerül az, hogy kellene esetleg katonailag védekezni. Lehetett volna, nem voltak akkora román erők, hogy ne lehetett volna vele védekezni, de a magyar vezetők Kolozsváron is, Kratokvill, a székely hadosztály későbbi parancsnoka, apáti kormánybiztos, és mások is azt mondják, oké, védekezünk. Mi lesz ennek a következménye? Az lesz, hogy a feleki tetőről a románok szétlövik Kolozsvár belvárosát, és utána fognak bevonulni. Tehát úgy ítélték meg, hogy olyan védekezésre, hogy Kolozsvár magyar kézen tudjon maradni, nincs lehetőség. Lehet, hogy ebben tévedtek, lehet, hogy ebben igazuk volt, de így döntöttek, ez Apátinak, Kratokvillnak és a helyi kolozsvári vezetőknek a döntése volt. Sikeresebben alakult északon, vagy úgy látszott, hogy sikeresebben fog alakulni, ahol az új hadügyminiszter Balta Albert és a szlovák nemzeti pártnak egy vezetője Milan Hodzsa, leendő miniszter, meg tudtak állapodni 18 november végén, december elején egy olyan demarkációs vonalban, amely nagyjából egészében megfelelt az etnikai választóvonalnak. Voltak itt is szorvány magyarok, de azért a magyaroknak a 95%-a az ebbe a sávban élt. És hát ezt a Hodzsa is tudta, és nagyjából abban állapodtak meg, hogy ez lenne az elválasztó vonal, amitől délre magyar terület lesz, északra pedig szlovák terület lesz. Amikor azonban erről a prágai vezetők, elsősorban Beneš értesült, akkor azonnal dezavuálták Hodzsát, vagyis értesítették a magyar politika vezetést, hogy Hodzsa semmire nincs fölhatalmazva. Semmilyen egyezmény aláírására nincs, mert jól tudták azt kiváló párizsi kapcsolataik alapján, hogy Párizsban ők ennél többet fognak kapni, és többet remélhetnek, és hát többet is kaptak, mert ugye ez lett végül is a határvonal, ami itt látható, vagy majdnem az lett a határvonal. Ezért tehát ebből a... Ez egy olyan fajta megegyedés lehetett volna, vagy elválasztása a szlovákoknak és a magyaroknak, amely, ha életbe lép, akkor, hát ez ugye nem egy történész feladata feltételeket megállapítani, prognózisokat, de azt gondolom, hogy a szlovák-magyar ellentéteket lényegében megszüntette volna, vagy minimalizálta volna, mert a magyarokból néhány tízezer maradt volna északon, és a szlovákokból nem sok maradt volna ebben a déli sávban. Tehát etnikailag egy korrekt választóvonal jöhetett volna létre. De nem történt. 1919. márciusában így néz ki Magyarország. A történtek következtében. Tehát erre az időre Erdélyt, nem a történeti Erdélyt a román hadsereg megszállta, és nagyjából a Belényes, Csucsa, Szatmárnémeti, Szilárdság, Técső vonal tartja, és vele szemben a székely hadosztály és a többi magyar katonai erő védekezik, ekkor már. Délen nincsen harc, tehát ott elfoglalják a demarkációs vonalat a szerb és a francia erők. Északon vannak kisebb csetepaték a csehekkel és a szlovákokkal szemben. Ebben a helyzetben kerül hatalomra tulajdonképpen a tanácsköztársaság, amely tovább fokozza, de még azt megelőzően azt elmondanám, hogy
Károlyi, aki mindaddig, vagy a 19 elejéig egy ilyen pacifista, békülékeny politikát folytatott, a fejlemények hatására, 1919 márciusra beismeri, vagy belátja azt, hogy az addigi politikája tévedés volt. És elmegy a Székely hadosztályhoz Szatmárnémetire március 2-án, és elmondja nekik, hogy katonák, ha ezt a békét akarják rákerőszakolni, akkor ezt mi nem fogjuk elfogadni, és fegyverrel is érvényteleníteni fogjuk. Ez van március 2-án, és ezt követően kapja meg a Károlyi kormány az úgynevezett semleges zóna tervét, amelynek az a célja, hogy az egymással harcban álló, vagy időnként egymásra lövöldöző román és magyar alakulatokat egy olyan semleges sávval elválassza, amelyet francia és antant haderő szállna meg. És ez a ultimátum volt az, ami március 21-én megkapott a Károlyi kormány, és amelyre azt mondta, ahol kicsordult mondjuk a pohár, vagy az utolsó csepp volt, és azt mondja, hogy ezt nem fogadom el, és lemondott. Károlyi úgy képzelte, hogy megmaradt köztársasági elnöknek, és a szociáldemokraták fognak kormányt alakítani, akik összefogva a Szovjetunióval, Szovjet Oroszországgal, amely harcban állt az antant haderővel, tudnak egy hatékonyabb katonai ellenállást tanúsítani a románokkal, a szlovákokkal szembe. A számításában azonban ezúttal is hiba csúszott, mert a szociáldemokraták nem akarták átvenni a hatalmat egyedül, hanem megegyeztek a gyűjtőfogházban pihenő kommunista vezetőkkel, akiket korábban a Károlyi kormány letartóztatott, és közösen vették át a hatalmat 1919. március 21-én, és hirdetik meg azt, hogy Magyarországon egy egészen új helyzetet fognak teremteni, amelynek az egyik része az az, hogy harcolni fogunk az antant hatalmakkal szembe, a másik része pedig az, hogy átalakítjuk Magyarországot belsőleg a szovjet mintára, a bolsevista mintára. Tehát a magántulajdont megszüntetjük, az egyházakat kiiktatjuk, nacionalizmus helyett internacionalizmus, nemzeti színek helyett piros színek, stb. Stb. Ezt ismerjük ezt a dolgot. Ez a párizsi békekonferenciát meglepte és meg is rettentette. Itt szembesültek először azzal, hogy a politikájuk milyen nem várt következményekkel járhat. És ezért Budapestre küldték Szmátsz tábornokot azzal, hogy próbáljon a magyar vezetőkkel, ekkor már a kommunista vezetőkkel megegyezni, hogy és a semleges zónát módosítva egy modus vivendit találni. Annak fejében, hogy meghívják őket Párizsba, és így ezt a semleges zónát eltolták néhány tíz kilométerrel keletebbre, mert azt jelentette volna, hogy a románok maradnak ott, ahol eddig voltak, és a magyarok pedig még, azt ha jól látom, nem, nagy, a Párcium azért elkerült volna. Ebben a, ez nagyjából a határsáv, a későbbi határsáv, ezt Kumbéla nem fogadja el. Szmátsz visszautazik eredménytelen, és ezután engedélyezik a románoknak azt április közepén, hogy támadják meg a tanácsköztársaságot, ami meg is történik, és április 16-án induló román támadás körülbelül két hét alatt az egész tiszántúli vagy erdélyi védekezési frontot hát áttöri, fölmorzsolja, és május 1-én a román hadsereg a Tisza vonalát. A Vörös Hadsereg, illetve az, akik átálltak, az pedig visszavonult. Pontosabban ez egy jelentős dilemma volt a védekező magyar erők szempontjából, hogy most ki a fő ellenség és mit tegyünk. Ugye itt a hátunk mögött van Kumbéla, aki egy kommunista és nem szeretjük. Ez a Székely hadosztály gondolkodása. Szembe jönnek velünk a románok, őket se szeretjük. Mit tegyünk? És a Kratokvill, aki ennek a 10.000 fő Székely hadosztálynak a parancsnok és a tisztikara, többször is tanácskozik arról, hogy mi a teendő, mi lehet itt tenni. Végül úgy dönt Kratokvill és a tisztikarának a jelentős része, hogy megpróbál a románokkal megegyezni, és felajánlani nekik azt, hogy ők Budapest ellen vonulnak, és ők megdöntik a Kumbélát, meg a tanácsköztárságot, annak fejében, hogy hát itt a Székelyföld és a környező részek az valamiféle autonóm egységként önállóságot fog élvezni Románián belül. Ezt a követeikkel nem csak a románokhoz jutatják el, hanem a franciákhoz is eljutatják. És megérkezik április végére a válasz, hogy szó sem lehet róla. Kratokvill viszont közben megadja magát a románoknak, leteszi a fegyvert, akik
szavukat nem betartva internálják őt is, meg a tisztikarát is, meg a legénységet is, Brassóba is a környékére. Viszont, és itt mondom a helyzetnek a bonyolultságára, itt utalok a helyzet bonyolultságára, hogy miközben a székely hadosztálynak több mint fele, mondjuk kétharmada, úgy dönt, hogy leteszi a fegyvert, egyharmada, vagy több mint egyharmada, mint egy 4000-4500 fő viszont úgy dönt, hogy ő tovább harcol a Vörös Hadseregbe. Mert mondják, jobb lenne nemzeti színű zászló alatt harcolni a románok ellen, de ha a vörös alatt tudunk, akkor a vörös alatt fogunk harcolni. Ebből nagyon érdekes emberi történetek alakultak ki, amelyeket majd talán egyszer egy magyar regényíró meg tud írni. Az a dilemma, ugye, hogy valójában az ideológiával nem értünk egyet, de amit csinál, az, hogy harcol a románokkal meg a szlovákok, az viszont nekünk is megfelel. És ezért ez a székely különítmény, ez a felvidéki hadjáratban is részt vesz, és végül nagy kacskaringon keresztül a Hortinak a nemzeti hadseregében köt majd ki 1919 őszén, de akárhol is van, ez lényegében egy erdélyi toborzású csoport, mindig azért fogja a fegyvert, és azt követeli, hogy menjünk neki a románoknak, és foglaljuk vissza Erdélyt. És hát nehéz belátni, hogy erre nagy lehetőség nem volt akkor. Itt ugye a felvidéki hadjárat, amely kezdetben sikeres, és amikor az összeomlik, az nem lesz, kivonják az erőket, akkor próbálnak egy tiszántúli támadással július második felében, ez is összeomlik, a románok beengedik őket, Katlanba zárják, és innentől kezdődött a Vörös Hadsereg fejvesztetten vonul vissza, és a román hadsereg átkel a Tiszán augusztus elején, és 4-én, 5-én megérkezik Budapestre. Mardarescu tábornok a Gellért Száró teraszán. Nézzék meg az arcot, a nemzeti célok beteljesültek. Ugye nem csak azt foglaltuk el, ami egyébként is nekünk ígértek, itt vagyunk Budapesten. Megmutattuk a magyaroknak, hogy kik vagyunk, 16-ban ez nem sikerült, de most sikerült. És 1919 őszén nem csak a Tiszán túlt, ez május 1-je, hanem augusztustól az egész Dunatisza közét, Észak-Magyarországot és Észak-Dunántúlt is a román hadsereg ellenőrzi. Ennyi a magyar terület, amelyet részben a Szegeden megszerveződött ekkor 3-4 ezer fős nemzeti hadsereg ellenőriz, amely augusztus elején vonul át Siófokra, illetve a környékére, részben a Lehár ezredesnek a Nyugat-Dunántúlon szerveződő hadserege ellenőriz. Gondosan kerülik az összeütközést a románokkal, és a székelyek emiatt lázadoznak is, hogy miért nem megyünk nekik, és ebből a katonai helyzetből alakul ki 1919 végére egy olyan állapot, amikor van már egy olyan kormány, amelyel a békekonferencia szóba áll, és amelyet fölkér, hogy 1920 januárjában küldje el a békedelegációt Párizsba, hogy aláírassa velük a békeszerződést, amit ők korábban már kidolgoztak. A békeszerződő, a békedelegációnak a vezetője Apponyi Albert, ugye magyar politikának egy köztiszteletben álló régi nagy alakja, aki meglehetős ékes szólással több nyelven is el tudja mondani azt, hogy Magyarországot nagy méltánytalanság érte. Ez azonban a hallgatóira nem gyakorol túl nagy hatást, mint ahogyan a teleki féle vörös térkép sem, de annyit mégis, itt akkor az érdekes újság, a Tolnai Világlapján mutatja, hogy Lloyd George-nak és a Clemenceau-nak magyarázza, annyit mégis, hogy a békekonferencia dönnökeinek a fejébe fölmerül az, hogy itt lehetséges, hogy valami olyan döntést hoznak, amelynek a következményei súlyosabbak lesznek, mint az előnyei. Ezért esetleg ez még kéne rajta változtatni. Ez főleg az angol miniszterelnök Lloyd George képviseli. Amerikaiak ekkor már elmentek, mert ők azt mondták, hogy ez egész úgy, ahogy van, ez nekik nem felel meg. Ezért velük külön békeszerződést kötöttünk, amelyben nincs is benne a trianoni határok egyébként, hogy ők szavatolnák a trianoni határokat. Nem is volt benne. De másokban is fölmerül az, hogy akkor valamiféle kompromisszumot kellene talán találni, és a magyar delegációnak a legkompromisszumosabb, a leginkább megengedőbb javaslata az, hogy a határ menti magyar területek maradjanak Magyarországnál, bizonyos részeken pedig legyen népszavazás arról, hogy hova tartoznak. A békekonferencia azonban ezt is elutasítja, és ezt teszi többek között azért, mert ha elfogadná, akkor a csehekkel, a románokkal, a szerbekkel mindenkivel szembe kerülne. És ezt nem akarják vállalni, akkor sem, hogyha jegyzőkönyveket, amelyek megvannak, és nem csak idegen nyelven, magyarul is megvannak, pontosan látszik, hogy
tisztában vannak azzal, hogy miről döntöttek, tisztában vannak a döntésnek a következményeivel, és ott is ott van, hogy miért utasítják el végül a magyar igényeket, és kapja meg Magyarország azokat a határokat, amelyekben ők 1919 tavaszára, kora nyarára megállapodtak. A békeszerződés végül 1920. június 4-én ebben a palotában írják alá, a Nagy Trianon palotában, amely a Versailles-i kastélykertnek egy palotája. Ugye magyar turisták közül nem mindenki van ezzel tisztában, ezért van, aki a véleményét a Kis Trianon palotának a falára szokta fölírni, vagy más módon kifejezésre juttatni, de valójában nem a Kis Trianonban történt, hanem ebben a Nagy Trianonban, ezen belül is, ugye, ezen belül is, itt a magyar, ebben a teremben, a Kotel teremben, ami egy hosszú terem volt, és ebben volt középen egy asztal, és akörül ültek a delegátusok, és ott írta alá 1920. június 4-én a magyar békedelegáció a trianoni békeszerződést, vagy békediktátumot, amelyen egy területen történt változás 1921-ben, amiről most itt nem fogok beszélni, hogy Sopronban és környékén az akkor már Bethlen által vezetett magyar kormánynak sikerült elérni azt, hogy népszavazást rendezzenek, és a népszavazás az Magyarország javára ütött ki olyan módon, hogy közel kétharmada a lakosságnak, Sopronban több mint kétharmada, a falvakban kevesebb mint fele, de egészében véve közel kétharmad Magyarország mellett szavazott, és azért Sopron és környéke ma is Magyarországnál van. A trianoni békeszerződés szerint nem kellett volna, hogy ide tartozzon. A döntés következtében Magyarország lakossága anyanyelvileg totálisan átalakult, tehát a korábbi sok nemzetiségű országból egy olyan nemzetileg homogén ország lett, ahol több mint 90% magyar volt, és egyetlen nagy nemzetiségi csoport maradt, amely szeparatista célokat nem táplált, ezek a németek voltak. A szlovákok, románok elhanyagolható mennyiség volt. Felekezetileg is változott, ugye elkerültek a szerbek, elkerültek a románok, ennek következtében a római katolikusok majdnem kétharmadára emelkedtek az országon belül, és jelentősen nőtt a reformátusoknak az aránya is. Egész Európa vagy Közép-Európa pedig ilyen módon alakult át. Az első világháború előtt 14-ben így nézett ki a térség, itt az Orosz Birodalom, Osztrák Birodalom, és az első világháború után úgy nézett ki, hogy a Orosz Birodalomnak a keleti felébe és a Habsburg Birodalom helyén kisebb államok jönnek létre, és Németországot ketté vágják a lengyeleknek biztosított tengeri kijárattal, az úgynevezett lengyel koridorral, és elvágják Kelet-Oroszországot Németországtól. De hát a döntő az, hogy az Orosz Birodalom keleti része fölbomlik, a balti államok létrejönnek, Lengyelország újjá születik, a Románia elég szépen megnagyobbodik, ugye, amint lehet látni, a kis Szerbia helyett egy nagy délszláv állam, tehát egy új állami konfiguráció jön létre, amelynek a meghirdetett elve az volt, hogy etnikailag korrektebb viszonyokat alakítanak ki. Ám hogyha ránézünk a térségnek az etnikai állapotára meg a határokra, akkor azt látjuk, hogy hát továbbra is komoly problémák vetődnek föl etnikai szempontból, tehát nem csak magyar esetben nem egyeznek a politikai határok az etnikai határokkal, hanem hát, amint látjuk, ugye Jugoszlávia az kicsibe olyan volt, mint az osztrák-magyar monarchia nagyba, mert ott se volt egy olyan nemzetiség se, amely elérte volna az 50%-ot. Egészen pontosan így néznek ki az etnikai arányok, hogy gyakorlatilag homogén államok azok lettek, amelyek elveszítették az első világháborút, köztük Magyarország is, vagy pedig hát a olyan új államok, mint esetleg Észtország, vagy Albánia. De a itt létrehozott, Kelet-Európában létrehozott államok közül Jugoszlávia, az tényleg egy etnikai mix volt, és hát nem véletlenül történt Jugoszláviával az, ami történt az elmúlt 10-20 évben, és nem véletlenül történt Csehszlovákiával se az, ami történt, mert ott is a csehek arány csak 51% volt. A Románia és Lengyelország etnikailag homogénebbek voltak lényegesen, és nem is véletlen, hogy egyben maradtak. Akkor is, hogyha veszítettek is területet, mint Románia a II. Világháború után Beszarábiát, vagy Lengyelország, amelyet eltoltak a térképen egy 200 kilométerrel körülbelül nyugatabbra. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyi volt. Itt a vége, Fischer. Thank you.